Kézilabdázóinknál idén november 24-én kezdődött az adventi időszak, mégpedig egy kézműves foglalkozással, melynek Dakos Noémi volt az értelmi szerzője. Csajokkal már nagyon beszéltük, hogy karácsony előtt kéne valami kis csapatprogramot csinálni, és mindenkinek kedve volt ez, hogy egy kicsit kreatív boskodjanak, úgyhogy maguknak csinálják az adventit és a kopogtatót ki, amit szeretett volna. Előtte megbeszéltük, hogy ki milyen színbe, mit szeretne, aztán azt megvásároltam, és most így maguknak csinálják. Dávid Azari Fruzsina úgy gondolta, hogy nem a könnyebb végét fogja meg a munkának. Ez egy adventi koszorú lesz. Igazából szeretem a kihívásokat, úgyhogy kinéztem egy ilyen nagyon durván bonyolultat. És hát itt van egy-két kreatív kislány, mint a Nono, a Peci, meg a Barbie, így rájuk felbuzdulva gondoltam, hogy majd nekem is sikerülni fog. Hát kíváncsi leszek, hogy mi lesz a vége, számítok a segítségükre. Jobb szélsőnk egy egyenruhás figurát szánt alkotása fő díszének. Nézd csak a katona! A katona! Ez lesz a fő motivum, mert én nekem most ezt tetszett meg nagyon idén. Úgyhogy majd ezzel fogunk valamit ki. Pelcéder Orsi egy manóval ügyeskedett nagy hozzáértéssel. Évek óta imádom már a manókat, úgyhogy most idén azt terveztem, hogy a manó lesz a téma, a karácsony témája. Sokszor nézegetek ilyen inspiráló képeket az interneten, és onnan jött az ötlet. Megálmodója nem sírte el a manó névadását. Még nincs, de a végére kitalálom. Győri Barbaránál arról érdeklődtünk, hogy mit készít, illetve volt-e terve, vagy csak improvizál. Kapusunk lényegre törő válaszokat adott. Volt. Pinteresten nézegettem, és akkor onnan volt ötlet. Most? Ez egy kopogtató. Ez ajtóra készül, és csak ilyen szép. A wax mindennapos használati tárgya kéziseknél. A ragasztó pisztoly tartalmával viszont nem volt ajánlatos közeli kapcsolatba kerülniük. Szerintem mindenki ügyes lesz. Egy valamit azt érek, hogy a ragasztó pisztolya azért ne égessék szét magukat, mert ez nem lenne túl jó, de idáig elég jól megúsztuk. Úgyhogy szerintem nagyon jól alakulnak a dolgok, a végeredményt meg majd megmutatjuk.